1984. június 24-én születtem Budapesten, és egy kisvárosban nőttem fel, Bicskén töltöttem a gyermekkoromat. 12 éves voltam, amikor Kanadába költöztem a családommal. Nagyon gyönyörű gyermekkorom volt szerintem, nagyon jó emlékeim vannak mindenről. Nagy családból származok, ahol mindig sok generáció volt együtt. A szüleim mindig nagyon szerették egymást, és jóban, rosszban összetartottak. A családfámat sok-sok generációra vissza tudom vezetni, és mivel hogy az öregek így részei voltak az életemnek, így sok-sok értékes sztorit hallottam mindig kiskoromban a családunkról. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, mert tisztában vagyok azzal, hogy hány ember jött előttem, és miken mentek keresztül ahhoz, hogy nekem életet adjanak. És ez szerintem az egyik legfontosabb dolog a világon, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk. Van nekem egy nagyobb testvérem is, a Viktor, akit nagyon szeretek, és a mai napig is nagyon közel vagyunk egymáshoz. A dédnagymamámmal nőttem föl, nagymamámmal, és talán amire a legjobban emlékszek, az az, hogy a családommal mindig utaztunk valahova. Minden nyáron, mihelyt vége volt az iskolának, valahova elmentünk, úgy hívtuk ezeket az utakat, hogy nagy utak. És volt olyan, hogy 4-5-6 hétig Európát elmentünk felfedezni mindenféle különböző országokba. Szerintem az, hogy a mai nap is ennyit utazok, azt az anyukámnak köszönhetem, Kovács Zsófiának, mert ő kiskora óta ő benne volt ez a sok kalandvágy, és szerintem ez ő, ahogy fölnőttem, átadta nekem is, és én csak folytatom ugyanazt, amit tanított. Rengeteg helyen voltunk, emlékszem mindig Norvégiába, Finnországba, Svédországba mentünk, és nagyon gyönyörű emlékeim vannak ezekről a helyekről. Szerintem ez a sok utazás biztos, hogy meghatározta a mai életemet, mert kiskorom óta mindig látom, hogy más kultúrák hogy élik az életüket, más nyelvekkel voltam körülvéve, és ez bennem maradt, és ez a kíváncsiság soha nem halt ki belőlem. És most karriert csináltam ebből. Amikor először ide költöztünk, akkor pár év telt, hogy megtanuljam rendesen az angolt, és amíg nem voltak barátaim, rengeteg időt töltöttem egymagam. És szerintem ez, hogy mindig egyedül voltam, filmeket néztem, könyveket olvastam, rajzoltam, ez így kifejlesztette nekem a képzelőerőmet, ami végül is segített a karrierembe, hogy filmrendező legyek, és más sztorikat elmondjak. Nem beszéltem angolul, amikor először ide költöztünk, és nekem olyan 3-4-5 év kellett, hogy én igazán megtanuljam ezt a nyelvet, és hogy az első pár barátot is megszerezzem magamnak. Az első film, amit én megnéztem kiskoromban, azt hiszem olyan 3 vagy 4 éves lehettem, az az 1 millió évvel időszámításunk előtt című dinoszauruszos film volt. Flesh-eating Allosaurus. The Triceratops, a horned dinosaur in battle with the savage Ceratosaurus. Ez teljesen megváltoztatta nekem az életemet, még akkor is. Szerintem még magyarul se tudtam jól beszélni, és az első szavaim azok dinoszaurusz nevek voltak. És emlékszem, hogy néztem ezt a filmet, és teljesen, mintha egy másik világba belementem volna. És szerintem most, hogy visszagondolok, ez volt nekem a kezdet a filmvilágba. A legjobban azokat a filmeket szerettem, amik más kultúrákat mutattak be, mert így én bele tudtam lépni ezekbe a különböző világokba. És ez nekem nagyon tetszett mindig is. A filmezés az egy olyan műfaj, hogy nehéz szavakba elmagyarázni,
hogy miért tetszik valami, ezért nevezzük filmnek, hogy ne kelljen beszélni róla. Tavaly szerencsés voltam, és egy dokumentumfilm sorozatot filmeztem több helyen Afrikába és több helyen Amerikába a Samuel L. Jackson színésszel, és ő egy fantasztikus ember, akinek nagyon érdekes háttere van. Nyilván mindenki ismeri az ő nevét, mint egy nagy sztár, de ő maga se tudta, hogy kik voltak az ők szülei, és hogy ő honnan jött Afrikából. És ebbe a dokumentumfilmbe felfedeztük, hogy ő honnan származik. És visszamentünk Gabonba, a dzsungelbe, megtaláltuk az ő őseit, és egy fantasztikus kaland volt nekem ezt lefilmezni. Vele voltam minden nap, filmeztünk a dzsungelbe, csónakkal mentünk be a dzsungeli folyókon, egy elfelejthetetlen élmény volt. The ocean holds stories that haven't been told. This is ground zero for the whole transatlantic slave trade. The story of the slave trade is world history. It's not something unique to America. It was a worldwide phenomenon. Egy másik hősömmel is találkoztam, voltam szerencsés, David Attenborough-val. Kiskoromban még nem is beszéltem egy szót se angolul, de az ő hangja mindig a háttérben volt a természetfilmeket, amiket néztünk, és ez vele találkozni számomra olyan volt, mintha az Istennel találkoznék. Úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb emléke a karrieremnek eddig. A munkám, amire a legbüszkébb vagyok, az könnyű nekem válaszolni erre, mert biztos, hogy a tibeti filmem, amit Tibetbe forgattam. Ez számomra annyira elérhetetlen álom volt egész életemben, és amikor ez a lehetőség megjött, akkor ez is teljesen megváltoztatta az életemet. És amikor ott voltunk filmezni, akkor pedig annyi nehézségen mentünk keresztül, amit soha nem fogok elfelejteni, és ezért számomra ez a kis film, erre vagyok a legbüszkébb. A boldogság számomra szabadság. Ez a legnagyobb boldogság a világon, hogy az ember oda megy, azt tanul, azt szeret, akit ő akar. Ezt a szabadságot a legjobban én a filmezéssel tudom átérezni. Ha más embereknek az életét, amit én gyönyörűnek tartok, le tudom filmezni és átadni a közönségnek.